Köszöntöm Önöket, ez február utolsó víkendje, 24-e péntek van, amikor is beszélgetünk majd az Oscar díjátadóról, ami most hétvégén lesz, bemutatunk Önöknek gyógyító köveket, ékszereket, valamint a népszerű ifjúsági zarándoklatokról is lesz szó. Első vendégem pedig hamarosan megjelenő könyvéről szól, Pravicki Tamás, üdvözöllek! Szia, köszöntöm a kedves nézőket! Honnan jött neked az írás, mikor kezdtél el írni? Ez elég régről gyökerezik nekem. Igazából mindig is kerestem az önkifejezésnek a formáját. Hát ez körülbelül már általános iskolában megtörtént. Kezdetben ugye próbáltam regényt írni, de rájöttem, hogy ez nem az én műfajom. Elég hamar elvesztem a lelkesedésemet, meg hát igazából nincs türelmem hozzá, hogy hosszabb terjedelmű műveket írjak, úgyhogy így maradtam a versnél, a novellánál. Viccesen mindig meg szoktam jegyezni, hogy igazából csak a kézügyességem miatt nem lettem festő vagy szobrász, úgyhogy én maradtam az írásnál. Nem is tudom, hogy amikor néztem, hogy mivel foglalkozol, meg milyen végzettséged van, egyáltalán hogy ragadtál le az írásnál? Tehát, hogy azért teljesen más a végzettséged. Miként is dolgozol, vagy miként végeztél? Geológus mérnök vagyok, illetve alkalmazott környezetkutató, jelenleg bányafelügyeleti mérnökként dolgozom. Ezt érdemes tudni rólam, hogy igazából én a Kölcsi Ferenc gimnáziumban végeztem humán tagozaton, tehát nekem a történelem magyar vonal az mindig is megmaradt, csak aztán végül is váltottam egyet, amit nem bántam meg egy pillanatig sem. De így ez a mérnöki irányvonal, vagy geológus irányvonal, ez abszolút nem ilyenekről írsz, ugye? Nem, teljesen más témában írok természetesen. Van esetleg kedvenced? Igazából mindegyik elég közel áll a szívemhez, hiszen idézőjelben mind-mind egy kicsit a gyermekem, de igazából hát mostanában egyre inkább a vers, inkább ami legközelebb áll hozzám, bár inkább a novellákkal kezdtem, ami leginkább jobban a kezemre állt. De hogyha már a verset említetted, hogy az talán egy picit közelebb állhat hozzád, akkor arra kérlek, hogy olvass fel egy saját szerzeményt, hogy egy picit megismerhessük a te stílusodat. Hát ez a vers, ez a Parton című vers. Erről azt érdemes tudni mindenképpen, hogy ez körülbelül fél évig íródott. Tehát, hogyha elvesztem egy kicsit is az ihletet, akkor nem tudom, hogyha egy pillanatig azt érzem, hogy erőltetnem kell, akkor képtelen vagyok tovább írni. Akkor inkább vársz. Akkor várok, hogy egy kicsit kiforjam. Ebből egy idézetet akkor felolvasnék. Tovább lépek egész közel, új begyeimmel érzem képzet. Finom karjaival lassan átölel a tova tűnő kellemes ígéret. Mosolyra húzom számat, nem csüggedek, sem révedek, zajos fuvallat támad, nem számít már, ha tévedek. Vannak esetleg kedvenc stílusaid, vagy olyan kategóriáid, amit jobban szeretsz papírra vetni? Leginkább a keserédes hangulat, illetve kicsit egy olyan sejtelemmel átszőtt gondolatmenetek, amik leginkább az én kedvenceim, tehát amit leginkább kifejezésre tudok juttatni. A verseidet, novelláidat már nagyon sokan olvashatják interneten, tehát bőségesen megtalálhatja az alkotásaidat az, aki érdeklődik mondjuk Pravicki Tamás iránt, de hát ahogy említettem, hamarosan megjelenik a könyv, amely az alkotásaidat, novelláidat és verseidet is tartalmazza. Mikor fog megjelenni ez a könyv? E könyv formájában már kapható. Ja, már kapható. Az már kapható. Nyomtatott verzióban hétfőn kapom készhez a saját példányomat. Azt jóvá hagyom, és akkor onnantól kezdve a nyomtatásba belekerül, úgyhogy onnantól kezdve már az is rendelhető lesz. Te válogattad össze az alkotásokat, hogy mik kerülnek Igen. majd bele a könyvbe? 100%-ig azt én választottam ki. Természetesen kerültek ki belőle olyanok, amelyek megíródtak, tehát nem a teljes paletta került bele, inkább úgy kiválogattam, amit én úgy gondolok, hogy jobban sikerült, foglalkoztam vele, és így született meg ez végül. Összeszámoltad, hogy körülbelül hány alkotásod lesz így kézzel fogható? Hát igazából nem számoltam össze, de olyan, ha jól emlékszem, talán olyan 20 körül. Ez vegyesen vers, novella. És milyen címet kap a kötet? Illúziók címet. Ó, miért pont ez? Hát amit említettem is, hogy igazából kicsit kellő elvontság kell ahhoz, hogy megértsék, aki olvassa. Nem szájbarágosan, nem konkrét történeteket tartalmaz, hanem megfelelően egy kicsit ez a szinte illúzióba hajló gondolatmenet. Hát bízom benne, hogy nem csak önmagam szórakoztatására írtam ezeket, hanem remélem megtalálja más is benne a
elfoglaltságát. Van esetleg arra terved, hogy így a könyv, a kötet megjelenése után egy újabbat megtölts majd novellákkal, versekkel? Igen. Tehát mindenképpen igazából eredendően ezek se azért születtek, hogy én ezt valaha kiadjam. Tehát éveken át íródtak ezek, de tényleg olyan lárpullárt jelleggel íródtak ezek, tehát önmagam szórakoztatására. Végül baráti bíztatásra jutottam el oda, hogy ezt érdemes lenne talán kötetbe kiadni. Szerintem továbbra is megmarad az ihlet, hogyha pedig kellő számmal összegyűlik, akkor természetesen azokat is kiadatnám szívesen. Pravicki Tamás, én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Egy újabb nyíregyházi tehetséget ismerhettek meg az elmúlt pár percben, és önöknek pedig egy kis programajánlót ajánlunk, hiszen igazi közönségkedvenc érkezik hamarosan Nyíregyházára, méghozzá márciusban a Móri Zsigmond Színház Sing 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 Másképp című előadásában ismert musicalek legnépszerűbb darabjait hallhatjuk helyi és budapesti színészek előadásában, úgyhogy egy újabb zenés darabbal bővül a repertoár. Arra születtem, hogy megszeressem, s megszeressem én is azt, amit nem. Kezdtünk egy popfesztivállal, ami tervezve volt, hogy nagy siker lesz, és mondhatom így utólag, hogy tényleg az volt. Most februárban még játszottunk belőle, de egyenlőre nem tervezzük, illetve amit korábbi repertoárról elővettünk, a szibériai csárdás, ami egy két bérletszünetben szintén hozta azt, amit az elmúlt 3 évben mindig hozott, amikor műsorra tűztük, és nem szeretném elfelejteni, megemlíteni, hogy a Hello Dolly április 15-én már nagyon közeleg, és ez lesz az évadunknak az egyik csúcspontja. Úgyhogy mondhatom, hogy zenés előadásokban nem szűkölködik a színház. Ennek ellenére úgy gondoltam, hogy musicalből egy kis erősítésre van szükség. Nem csak azért, mert ezt várja el a közönség, azért is, mert a színházi nevelés az nem csak a óvodások, általános iskolások és középiskolások szempontjából fontos, hanem fontos, hogy a musicalekre is egy kicsit neveljünk. Én azért gondoltam, hogy ha belevágunk egy ilyen projektbe, akkor az országból a legjobb neveket, illetve színházunkból is a legjobban éneklő kollégákat kérem fel arra, hogy egy musical show-t összehozzunk. Ez a csapat garancia arra, hogy egy olyan előadást láthasson a közönség, amit biztos vagyok benne, hogy hosszú ideig fog emlegetni, és olyan energiával feltöltődve fogják elhagyni a színházat, ami akár következő produkciókra is vissza fogja őket csábítani. A statisztikai adatok is ezt mutatják, hogy Magyarországon is, illetve nemzetközi szinten mennyire halad ez az iparág, hiszen joggal mondhatom, hogy iparág, hiszen a 2015-ös és 16-os évadban csak a Broadway-en 13,5 millió jegyet adtak el, ami számadatokat tekintve egy óriási erőlelépés volt, azt hiszem 1,6%-kal lépte túl a 14-es évadot. Ami, hogyha pénzbe beszélünk, én pénzember vagyok, úgyhogy amikor ezt megnéztem, ezt a számadatot, a jegybevétel az 388, nem millió, milliárd forint volt. Ami azt gondolom egy jó kis költségvetésnek mutat előre. Hát Magyarországon mi ezt nem tudjuk megközelíteni, de megpróbáljuk, úgyhogy elindítottunk egy olyan fajta rendezvénysorozatot, ami gyakorlatilag 2009 óta az egész országban járjuk a teátrumokat, és egyre nagyobb népszerűséggel és sikerekkel játsszuk a Sing Sing Singet, és akkor kitaláltuk azt, hogy ha már nyíregyházi nézők ellátogatnak Veszprémbe, Sopronba és az ország másik pontjára, akkor most ide látogassanak el a Sing 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 rajongók, úgyhogy létrehoztuk a produkciónkat Sing 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 másképpen, ami azért egy rendhagyó produkció, mivel nem egy musicalről van szó, vagy nem egy zenés műfajról van szó, hanem több, azt hiszem 10 vagy 12 darab zenés műből mutatunk be kollégáinkkal részleteket, ami egy kicsit betekintés abba a musicalbe, vagy abba a zenés darabba, de mégis kap egy átfogó élményt, hiszen van azért, bele tudunk nézni, tehát van egy dramaturgiai rendje mindegyik, úgymond, ciklusnak az előadásába.
Én azt gondolom, hogy ezen az este mindenki főszereplő, tehát hogy nem emelném ki se a Vastag Csabát, se a Füredi Nikit, se a Horváth Margitot, se a Gulácsi Tamásot, se a Nyomtató Enikőt, se a Sanyikát, se a Horváth Sándort, se magamat. Én azt gondolom, ez egy mindenki főszereplőjévé válik ennek az esnek. Itt elsődlegesen a zene és a szórakoztatás a mi érdemünk és a mi munkánk, feladatunk. Teljesség igénye nélkül milyen darabokból hallhatnak a nézők egy-kettőt? Rómeó és Júlia, Diótörő, Notre Dame de Paris, Rudolf, Elizabeth, We Will Rock You, Broadway Show, nem tudom, nagyon nem tudom, sorolhatnám órákig. Igazából ez megpróbáltuk azokat a legnépszerűbb és a legmonumentálisabb dalokat összeszedni, és hogy ezzel próbáljuk elkápráztatni a nézőket. Egyet elárulok, van egy titok, hogy a Broadway-n volt egy nagyon jó marketing fogás, hogy a nézőket felengedték a színpadra. Hát jelentem, itt is azért lesz fotózkodás a színpadon még az előadás közben is, és lesz közös éneklés, lesz közös táncolgatás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy komplex programot fogunk ide varázsolni március 19-én és március 26-án a Móricz Zsigmond Színházba. Csak egy utolsó személyes kérdés, milyen újra Nyíregyházán? Jó, hát annyit változott ez az egész, hogy kijöttem ide a nézőtérre, már csak hogy a technikai adottságokat nézzük, és 10 percig itt bolyogtam, mert nem tudtam visszamenni. A ferzeceknek, a ferzec kollégáknak pedig köszöntem, hogy szia Guli, megijedtem tőlük. Gyönyörű a város, épül, én mindig nagy szeretettel jövök ide, és hát van egy kis drukk is bennem, hiszen valamit elvár a közönség tőlem, tőlünk, a csapattól, de én azt gondolom, hogy szakállatira a rendezésébe, meg a koreográfiájával meg fogjuk nyerni a nézők tetszését. A közelmúltban új művészeti vezetője lett a Nyíregyházi Városi Galériának, akit már itt köszönhetek a stúdióban. Szia, Erika! Ha jól emlékszem, akkor ilyen szeptember környékén vetted át a vezetői pozíciót. Egyáltalán milyen tervekkel, célokkal álltál az új munka elé? Hát tudni kell, hogy én a művészeti vezető vagyok, tehát intézményileg a Váci Mihály Kulturális Központhoz tartozunk. A művészeti vezető feladata, hogy tulajdonképpen a Pál Gyula teremnek, a Nyíregyházi Városi Galériának a művészeti programját úgy állítsa össze, hogy az a Nyíregyházán dolgozó művészeket is bemutassa, lehetőség szerint hozzon nemzetközi kiállításokat, a fiatal és idősebb művészekkel is foglalkozzon, lehetőleg a pályakezdőket is bemutassuk. Tulajdonképpen ilyesmi, és hát minél inkább az a célunk, hogy közel hozzuk a látogatókat a galériákhoz, tehát különböző olyan programokat, jazzesteket, költészeti fesztiválokat is készítünk, vagy rendezünk, amivel közelebb tudjuk őket hozni. Nem beszélve a nyári programjainkról, amelyet gyermekeknek készítünk, különböző nyári művészeti táborokat tervezünk, és persze a művésztelep szervezésben is közreműködünk. És azért most itt megjegyzem, ha lehet, hogy az őszi tárlatot is mi fogjuk rendezni, a Szabolcs megyei őszi tárlatot idén. Akkor ez új feladat lesz. Igen, mert eddig, ha jól emlékszem, akkor a múzeum. A Jós András múzeumban volt, igen, eddig. Igen. Ha jól emlékszem, akkor márciusban újdonsággal rukkoltok elő. Kiket fogtok köszönteni, kiknek a tárlatait fogjátok megnyitni Nyíregyházán? Március 2-án, 3 órakor nyílik egy olyan kiállítás, ami tulajdonképpen 3 kiállító térben fog megjelenni. 2 lengyel képzőművésznek a kiállításáról van szó, akik mindketten zsesoviak egyébként, tehát testvérvárosi kapcsolat fűzi Nyíregyházához ezt a várost. Nagyon izgalmas, várjuk, akadémiát végzett 2 művészről van szó. Maciej Majewski és Václav Novácki, az egyikük festő és grafikus művész, a másik pedig fotográfus, fotoművész. Az érdekessége a dolognak, hogy Maciej Majewskit ismertem meg először, ugyanis a város által rendezett plener, nemzetközi plener művésztelepen találkoztunk. Én szervező is voltam, alkotó is voltam már 2. éve ezen a telepen, és itt találkoztunk, és egy remek munkát, egy munkasort mutatott be. És utána, amikor ebben a helyzetbe kerültem, rögtön gondoltam ő rá, és nagy örömömre igent mondott. Elég neves lesz a megnyitó személy is, a Modemnek a főkurátora, Kónya Ábel képzőművész fogja megnyitni a kiállítást, úgyhogy nagy örömmel és izgalommal várjuk.
Milyen stílusú alkotásokat fog felvonultatni a két alkotó Nyíregyházán? Van már valami előzetes, amit már esetleg elmondhat? Természetesen most benne vagyunk éppen a rendezésben, most a Pál Gyula teremben lesz egy olyan rész, van egy közös projektjük, ezt úgy készítették, hogy egy bizonyos témakör közé, ennek a címe Antipodi, ez tulajdonképpen ilyen ellenpontot jelent, a világ másik pontja, görög eredetű szó, de a lengyel fogalomtárban használják, és valójában Ausztrália, Új-Zéland és a szigetvilágnak az összefoglaló neve tulajdonképpen, és az a kiállítás pontosan ilyen egymás munkájára reflektáló dolog ebben a témakörben. Tehát Novackinak a fotói Ausztráliáról, és Majewskinek pedig a grafikusszerű festményei ugyanebben a témakörben. Abszolút különleges tárlat várható, így akkor van. Mint fotós, meg grafikus szemmel is. Még egy különlegesség várható márciusban, ami még ilyen terv szinten van, ez viszont az irodalomhoz áll majd közel. Mi lesz ez? Igen, valóban. Még azért hozzáfűzném az elsőhöz, hogy azért ez egy olyan nagyszabású kiállítás lesz a két lengyel művésznek, hogy három helyszínre nyúlik. Tehát a Váci Mihály Kulturális Központ aljában is lesz egy önálló, Novackinak, és lesz a Városi Galériában egy önálló, Majewskinek is. Visszatérve a másik kérdésre, igen, például a Vörös Postakocsi folyóiratnak lesz egy bemutató, egy számbemutató rendezvénye, amelyre készülünk, és most a tervek és a tervezés folyamatában vagyunk, úgyhogy nagy örömmel várom őket, az írókat, költőket, akik bemutatják az újságot, éppen azt az aktuális számot, vagy pedig a best, legjobb írásokat ebben az időszakban, ezt rájuk bízom, megpróbáljuk egy kis jazzzenével összekötni, és jó hangulatot teremteni. Legyen úgy, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, önöknek pedig egy kis programajánlóval készültünk, és hamarosan jön a következő vendégem, akivel többek között az Oscar-díjátadóról is beszélgetek majd. Ismét leszokunk izgulni február 26-án, azaz most vasárnap éjjel, hiszen akkor lesz a 89. Oscar gála, és a Deák Kristóf Mindenki című filmje ott lehet a legjobbak között. A témával kapcsolatosan meghívtuk Drabanc M. Robertet, szervusz, szia! Hello, sziasztok! Hát egy évvel ezelőtt a Saul fiáról beszélgettünk, meg szintén ugye az Oscar gáláról. Most vajon milyen esélyeket ítélnek meg a kritikusok, a latolgatók, vagy akár pont te? Mármint, hogy a... Lesz-e ismét Oscarunk? Mármint, hogy magyar Oscar? Hú, hát megmondom őszintén, a kis játékfilmekben nem vagyok úgy otthon, meg úgy igazából azok a filmek még ilyen tanuló pénz. Én amit biztosan tudok, hogy a legfiatalabb magyar Oscar film jelölés az ehhez kötődik, ehhez a kategóriához kötődik, mert hogy Szabó annak idején, mármint ugye, Szabó István, annak idején a 26 évesen jelölték először Oscarra, és hát azt nem nyerte meg, de hát aztán tudjuk, hogy a későbbiekben azért egy jelentős pályafutása lesz. Ennyit tudok a kisfilmek meg a világáról, tehát sejtem a dolgot, hogy ez még a tanuló pénz, ez még az az időszak, amikor az ember felépíti önmagát, a karakterét, azokat a témákat, amelyeket érdekli, hogy ezt hogyan fogalmazza meg, és ezt kipróbálja. Olyan szempontból viszont jó, mert hogyha sikerül, tegyük föl, akkor ez egy olyan csekk, amit be lehet váltani majd a pénztárnál, és akkor gondolom feljebb lehet jutni majd ranglétrán. Amúgy különben a srác, akiről beszélünk, ő nem Magyarországon él, nem is Magyarországon végezte, hanem ugye Angliában él, és Angliában is végezte a filmes képzést, hiszem rendezői szakot végzett, de előtte már vágott, tehát vágóként dolgozott, és kint lett rendező, és alapvetően hát ilyen piaci megrendelésekből és ezekkel foglalatoskodik, úgyhogy ő már úgy jobban rácsattolódott erre a vérkeningésre, amit filmnek hívunk, onnan Angliából azért már valószínűleg egyszerűbb ezeket a dolgokat intézni.
Te mit hallottál, vagy mit tapasztaltál a Mindenki című kisfilmmel kapcsolatosan, vagy rövid filmmel kapcsolatosan? Hát én már láttam, mert ugye online hozzáfértem a magához a filmhez, de úgy a közbeszédben én még nem tapasztaltam, hogy az emberek erről beszélgettek volna, vagy foglalkoztak volna vele. Tehát szerintem ez csak abból indulok ki nálunk is a mozinnál, hogyha az igazi hírvelés az majd az lesz, hogyha nyer valamit a film, és akkor kíváncsiak lesznek rá az emberek, akkor valószínűleg mi meg lehozzuk, és akkor, akkor már tudunk róla beszélni. Így előzetesen ez a kategória annyira peremvidék, hogyha az ember mondjuk az online felületeket nézi, hát néhány helyen, sőt, legtöbb helyen fel sincs tüntetve maga ez a kategória, és nem csak ez, hát ennél komolyabb például a külföldi filmek kategóriája, amiben ugye érdekeltek voltunk legalábbis tavaly, azok sem nagyon szerepelnek az online felületeken, hanem kifejezetten csak azok a húzó, a nagyon nagy nevek, a nagyon nagy sztárok, a nagy rendezők, a nagy filmek. Tehát ezek mind csak így a peremvidékén helyezkednek el a magának az Oscarnak, hisz ez egy hatalmas nagy ceremónia, amelynek vannak sztárjai, meg hát kevésbé ismert szereplői. De hogyha már Deák Kristóf munkásságáról egy pár szót említettünk, akkor érdekességképp elmondom neked is, meg a nézőknek is, hogy láttam egy interjút Deák Kristóffal, ahol megkérdezte a riporter, hogy és hogyan tudatosult benne, hogy egyáltalán bekerül a jelöltek közé, és akkor mondta, hogy pont épp a moziban volt, a Martfűi Rémet nézte, és akkor a film vége felé a mellette ülő ismerőse vagy barátja így megbögdöste egy oldalról, hogy figyelj, már hogy gratuláljak először, mert most nézem a telefonomon, hogy ott vagy a jelöltek között, és mondta, hogy ilyen nagyon boldog volt, és hogyha már a Martfűi Rémet említette ő is, meg hát ehhez fűződik az ő jelölési élménye, akkor fontos azt is elmondani, hogy Magyar Filmhét, ugye a Martfűi Rémet is terítékre vették többek között itt Nyíregyházán is, ugye a Krúdi moziba. Miért fontos amúgy a Magyar Filmhét szerinted? Milyen lehetőséget láttok benne, vagy látsz benne? Hát annak idején, ez mondjuk egy-két évvel ezelőtt mi már bevezettük ezt, hogy a Magyar Film napja. Hát akkor csak abból indultunk ki, hogy ha így általában van a magyar kultúrának napja, azért biztos, hogy a kultúrának az egyik húzó ágazata az jelen pillanatban a mozgókép, ezt nagyon fölösleges lenne letagadnunk, akkor úgy gondoltuk, hogy akkor legyen. Tehát akkor legyen filmes dolog, legyen külön csak a filmmel kapcsolatos. És aztán, ahogy rendeződtek így a jogi kérdések, hogy akkor hogyan lesz most itt filmfesztivál, lesz-e, nem lesz-e, ki rendezi ezt a filmfesztivált, ki fog adni díjat. Szóval így ezek így lecsengtek, ezek a dolgok, és akkor így kialakult, hogy így február vége, március eleje Magyarországon is a filmfesztivál szezonja. Akkor már ugye adott volt a dolog, hogy ők is úgy gondolták, hogy ha már van egy filmfesztivál, viszonylag jól ellátott anyagilag, azért ezt elmondhatjuk, hogy azért nem állnak rosszul abban a környezetben, mert kapitalisták, most végül is miért kéne ezt tagadnunk, akkor ehhez valószínűleg kell egy ilyen országos körítést adni, és hát akkor ebből jött, hogy ami nekünk egy nap volt, és egy nap foglalkoztunk a magyar filmmel, az egy héten keresztül megy, és hát én válogattam a programot, jó részt, amit mi is vetíteni fogunk. Én megpróbáltam egy picit úgy válogatni a filmeket, hogy nem túl közönségbarát, azt azért elárulom, mert úgy... Gondolom a fix vetítésekhez kellett vinnetek. Hát például dokumentumfilm. Hát a manapság ki az Isten néz már dokumentumfilmet, hogy ki az, aki az elszánt, aki elmegy dokumentumfilmet megnézni, de olyan termések vannak most, újak, amelyeket azért érdemes megnézni, és akkor úgy gondoltuk, mi lehetővé tesszük, hogy megnézze bárki. Egy kis előadást is rakunk még hozzá, tehát hogy nagyjából értelmezzük a témát, meg foglalkozunk ezzel a kérdéssel. És akkor dokumentumfilm, játékfilm így együtt talán jól adja azt, hogy ez a film ez nem csak a kapitalizmus, ez művészet is, ez tudomány, mint hogy feltárása a világnak, szóval sokféle. És az Oscar az csak mindig a kapitalista verziót hozza, de számunkra mi szeretnénk azt, hogy ezt a sokszínűségét a filmnek bemutatni. Hát remélem nagyon sokan ellátogatnak majd a filmhét keretében, ugye a megye különböző moziaiban, itt Nyíregyházán is bőségesen lesz választék, szinte majd minden napra jut valamilyen minden érdekesség. Minden nap két vetítés. Na, hát akkor meg először pláne. Egy dokfilm, és utána egy játékfilm. És utána pedig egy játékfilm, ugye hétfőtől indul hivatalosan? Ez hétfőtől, így végig egész héten megy. Ha egy picit jobban pörgött volna a program, mi hamarabb tudunk erről a dologról, akkor akár még hívtunk volna rendezőket is, meg különböző filmes figurákat. Így egy picit sokszínű lesz, azt nem mondom, de nem lesz akkora nagy
celebritás, mint amilyen lett volna esetleg. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunknak, önöknek pedig hadd ajánljam figyelmükbe, hogy ugye magyar idő szerint vasárnap éjszaka vagy hétfőn hajnalban lesz, illetve kezdődik majd az Oscar-díj átadó ilyen 2 óra 30 perc magaslatában, úgyhogy nagyon sok kávét kell majd fogyasztaniuk, viszont hogyha érdekli önöket Deák Kristóf Mindenki című filmje, akkor még a kora esti órákban megnézhetik ezt, többek között a Duna TV is vetíti majd vasárnap este 9-kor ezt a filmet, és akkor friss élményekkel lehet majd szurkolni ennek a filmnek esetleg az Oscar-díj átadón. Én köszönöm szépen ismételt, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mi pedig nem sokára jövünk vissza, a Weekend második része a híradó után folytatódik.